Közvetlenül a Kossuth szobor mellett, a Riverside Drive-on álló, 3 éve átadott 1956-os emlékműnél kezdődött a programsorozat, melyen Magyarország New York-i főkonzulátusa, az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat, az Arany János Magyar Óvoda és Iskola, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség, a Magyar Ház és a Magyar-Amerikai Emlékmű Bizottság az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett, október 26-án szombaton. Az emlékműnél Pásztor István főkonzul mondott ünnepi beszédet. Jusson eszünkbe, hogy hőseink életüket és családjaik életét kockára téve képesek lettek volna akár meghalni is becsületükért, szabadságukért, a közösségért, ahol éltek. Közös hazájukért, őseik földjéért, Magyarországért. És voltak, akik életüket is áldozták. Emlékezzünk meg mindazon személyekről is, akik közvetlenül nem vettek ugyan részt az 1956-os szabadságharcban odahaza, de itt az Egyesült Államokban és szerte a világban szolgálták az 1956-os forradalmat és annak politikai eszmeiségét. Őrájuk is emlékezzünk, akik az 50-es éveket megelőzően politikai emigrációba kényszerültek, és minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy a magyar forradalom ügye napirenden legyen. Egységbe kovácsolódott minden jó érzésű magyar, szerte a nagyvilágban. A mai napon megkoszorúzzuk történelmünk egy új mementóját. Egy emlékművet, amit nem is olyan régen, a forradalom 60. évfordulóján avattunk, és amely szimbóluma a helyi magyarság összefogásának, történelmünk nagy pillanatának, közös sikereinknek. A koszorúzás után a megemlékezés a főkonzulátuson folytatódott, ahol a délutáni programok középpontjában az 1956-os kárpátaljai események és a kárpátaljai magyarok jelenkori helyzete állt. Dr. Popovics Béla helytörténész és dr. Orosz Ildikó a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektora tartott előadást, a délután szervezője B. Nagy Péter közösségi konzul volt. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy itt a New York-i főkonzulátuson vendégül láthattuk a kárpátaljai delegációt, és méltán be tudtuk mutatni azt a veszélyeztetett magyar kisebbséget, aki a határon túl éli a mindennapjait, és szerettünk volna összekötni a határon túli magyarokat olyan értelemben, hogy dialógus kezdődjön, nem csak a kárpátaljak és az anyaországiak, hanem a kárpátaljak és az Egyesült Államokban élő magyar diaszpóra között is. Először is egy megtiszteltetés volt a meghívás számunkra, másrészt pedig adhattunk egy hiteles képet Kárpátaljáról, és ez nagyon fontos, meg úgy érezzük, hogy keveset tudnak róla, és amit tudnak, azok nagyon átszűrt média szűrőn keresztül jut el úgy a magyarokhoz, mint a nem magyarokhoz, és abban reménykedünk, hogy amit itt hallottak, ami megmarad bennük, azt adják tovább úgy a magyar közösségben, mint ha van alkalmuk és lehetőségük ugye az amerikai társadalom más rétegének is. A megemlékezés sorozaton részt vett Bocskor Andrea, Európa Parlamenti képviselő, az Európai Parlament Kulturális és Oktatásügyi Szakbizottságának alelnöke is. A délután során Kárpátalja fotókon és táncban is megelevenedett. A falakon Bocskor László Kárpátalja természeti és épített kincseit bemutató képeit láthatta a New York-i magyar közönség. A megemlékezés pedig a Sodró Népzenei Együttes Kárpátalja 1000 arca című koncertjével zárult.